Május 1-én került megrendezésre a Majális itt a Petőfi téren, és kísérő programként baráti főzőcske került megrendezésre. Mit tudhatunk itt a Túri Pocaktöltők Egyesületénél, mi készül? Birkapörköltet főzünk és töltött káposztát főzünk, hogy a Majálisra. Minden rendezvényen itt vagytok, ugye már titeket nagyon sok mindenki, szinte mindenki ismer, mit tudhatunk, hogyan érzitek magatokat egy-egy eseményen? Nagyon jól érezzük magunkat, és most azt tudom mondani, hogy jó az időnk is, hál' Istennek, és egyre többen jönnek ki. Van-e valamilyen különleges receptje a főztetőknek? Hát itt a mezőtúri hagyomány ízek szerint, hogy a nagyszülőktől, szülőktől megtanultuk, úgy főzzük mindent. Sóbors, paprika, fokhagyma, kömény. Mennyire viszik az ételeteket? Mik a tapasztalatok, a visszajelzések a vásárlók felől? Úgy érezzük, azért is vagyunk így felbátorodva, ahányszor kijövünk, mindig jól sikerülnek a főzéseik, és akkor így el is fogynak. Kővári család sátránál is nagyon finom ételek készülnek, mi tudhatunk, mik készülnek? Birkapörköltet főzünk, és kakaspörköltöt pirított tarhonyával. Önök is már nagyon sok rendezvényen részt vettek, hogyan érzik magukat egy rendezvényen, milyen tapasztalatokkal gazdagodnak? Mi nagyon szeretünk kijárni, maga a főzést is szeretjük, meg a sok visszajáró vendégeinket, akik mindig dicsérjék az ételeinket. Mi készül, illetve mit tudhatunk rólatok? Honnan érkeztetek? Kikkel érkeztetek? Tőzsgyökeres mezőtúri a csapat, ez a Procent vállalkozás, a kamionos vállalkozás. Kimondottan csak családi és munkatársi kapcsolatok vannak, főleg gyerekekkel. Marha pörköltet főzünk, mert a fiúk azok nagyon tarhonyásak, és ugye ahhoz az illik. Jó mezőtúri eset. Honnan jött az ötlet, hogy ki szeretnétek jönni az eseményre? Hát ezt a nagyobbik fiam találta ki, ugye munkatársként a Tibi mellett. Tibit egy kicsit rá kellett beszélni, de végül is úgy látom, hogy nagyon jól érezte magát. Először voltak kint a kamionokkal a felvonuláson. Nagyon sok gyerek volt közülöttük, úgyhogy mindenki jól érezte magát a csapatból. A mezőtúri szépkarúak hagyományőrző klubjánál
milyen finom ételek készülnek? Egy hagyományos birkapörkölt lesz. Régóta készülünk minden évben, a május 1-i ünnepségünkre, hisz ez rólunk szól, dolgozókról. Sőt, mondhatnám azt, hogy volt dolgozókról, mert szépkorúak, hagyományőrző klubja, ugye nem tinédzser korban vannak. Örömmel jöttek, segítettek, beszereztük a nyersanyagot, közösen felkészítettük, és bízok benne, nem csak közösen megfőzzük, hanem meg is esszük. Az íze alföldi birkapörkölt, szeressük egy kicsit csípős, jó színe legyen, de főleg azt legjobban, ha hús megfő. Ehhez egy kis körítéket, krumpli tálalom. Milyen elképzeléseik vannak a jövő évi május 1-jéről? Hát igyekszünk a tagunkat megtartani, bízunk benne, hogy a nagy természet is segít, és olyan állapotban lesznek egészségileg, hogy talán még fürgébbek, mint mostan. Azt kívánom valamennyi tagunknak, de ismerősnek is, hogy tartson ki, figyeljen magára, hogy jövőre is részt tudjon venni május 1-jére. Sátránál milyen étel készül? Tehát ez már hagyomány, több éve babgulyást szoktunk készíteni. Mindig általában itt a legtöbbeknek ez a kedvence, ezt kérik, ezzel jövünk elő. Amúgy ez a gasztronómiának azt mondom, hogy egy közismert alkotó eleme. Ez a bográcsolás, ez főleg az Alföldön nagyon elterjedt dolog, és hát ezt csinálja mindenki, főleg ilyen majálisokon. Van-e valamilyen különleges receptje neki? Nincs. Az az igazság, hogy az eredeti babgulyás az marhahússal készül. Mi ezt sertés húsból készítettük, két fajtával, füstölttel és nyers hússal. Erre esküszünk igazándiból, az alaprecept az általában marhahúsos, tehát akkor mondhatjuk nyugodtan, hogy átgondolva egy kicsit az egész, és azt mondom, hogy az alföldi ízekhez egy kicsit igazodtunk is ebben az ízvilágban, amit most előállítottunk itt a Fidesznek. Birkafőzők Egyesületének sátoránál mik készülnek? Jó napot kívánok, üdvözöljük Önöket! Természetesen karcagi birkapörköltünk, igazán hagyományosan készítjük. Mellette viszont főzünk csókos körmös pacalt, és hoztunk egy kunsági toros káposztát, ami Karcagra jellemző, és itt a kunsági környezetre jellemző. Ezeket az ízeket hoztuk. Mi a titka a legfinomabb, illetve a tökéletes karcagi birkapörköltnek? Tulajdonképpen egyetlen egy egész birkának minden része fel van dolgozva, a fülétől a farkáig. A lábrésze ugye meg van perzselve, pacaltja a belső része, és egy egész test, és itt látják például, hogy ugye benne van a perzselt feje, és ez így kompletten, és az eljárás tulajdonképpen semmi különleges fűszert nem használunk hozzá, só, piros paprika, vörös hagyma, fokhagyma. Egy jó lábos, egy jó szakács és egy jó alapanyag kell hozzá.
sátoránál milyen ételek készülnek? Egy étellel készülünk, halászlé lesz, úgyhogy szeretettel várunk ahhoz mindenkit. Vannak ugye meghívott vendégeink, és illetve hogyha marad, akkor szétosztjuk a szokásoknak megfelelően, mint tavaly. Egyébként azért jöttünk, hogy a társaság miatt többeket meghívtunk, aztán barátok, haverok, támogatók, szimpatizánsok, de egyébként aki nem szimpatizál velünk, az is nyugodtan jöhet. Vitázhatunk kultúrát keretek között, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Honnan jött az ötlet, hogy halászlét fogtok főzni? Ugye itt legtöbben pörkölteket főznek, a halászlé nem egy mindennapi, honnan jött az ötlet? Fogalmam sincs. Úgyhogy itt az egyesületben mondták, hogy halászlé lesz, én mondtam, hogy legyen halászlé, igazából főzni nem igazán tudok, tehát minimálisan, hogyha felőlem lett volna, akkor ilyen csirisbabnál vagy milánóinál megállt volna, szerintem ez annál egyel komplexebb, úgyhogy itt rábíztam a szakértőkre. Sok rendezvényen ti is részt vesztek már, mint csapat. Most mivel készültetek a mai nap? Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Ma szarvasbörgötet készítünk vargánya gombával, és mezőtúri jellegű birkapörgötet a hagyományőrzés véget, mert általában május elsőjén mindig birkát szoktunk főzni. Honnan jött az ötlet, hogy egy kicsit felspékelitek az ételt vargánya gombával? Hát általában, mivel vadász a barátom, ő azért nagyon sok helyen jár így, ahol vadas ételeket főznek, meg igazániból a vargányomban annyira különleges ízvilágot ad a vadpörköltnek, hogy szinte kötelező bele, és mindig is azzal szoktuk készíteni, nagyon finom bele. Hogyan érzitek magatokat egy-egy ilyen rendezvényen? Hát a baráti kör egyébként is összeszokott társaság, jól érezzük magunkat, sok ismerőssel találkozunk. Mivel az a szezon első bulia, így egy kicsit megbeszéljük, hogy milyen rendezvényekre megyünk, és akkor hol leszünk még így ilyen jókedvűen majd, ahol főzni tudunk. Készül, illetve kikkel érkeztetek a mai eseményre? Baráti társasággal jöttünk, két birka fog elkészülni, szerintem egy olyan jó egy óra magasságába, és krumplival, kenyérrel és uborkával kínáljuk fel, meg sör és pálinkát adunk az embereknek. Eddig hogyan érzitek magatokat a rendezvényen? Nagyon jól érezzük magunkat, jó a hangulat, szerintem egy nagyon frappács kis rendezvény. Várható, hogy a további eseményeken is részt vesztek? Igen, tavaly is kijöttünk, szerintem nagyon jó volt. Az elején egy kicsit olyan nyűgös volt mindenki. Szeretném, ha ez a város újra egy szív lehetne. Mert ez a megosztottság egyáltalán nem jó. Én gyerekként nagyon jól értem meg a május elsőjéket. Én apám cipőgyári munkás volt, és ha hiába a cipőgyári sátornál voltam, ha a kajel vagy a téglagyár vagy bármelyik sátorhoz elmentem, mindenki egy hotdoggal és egy tróbiszódával vár. Ugyanezt szeretném én is csinálni, hogy mindenki jól érezze magát, hogy ez a város újra egy szív lehessen, mint régen. Jelentem hagymásbab. Honnan jött az ötlet, hogy hagymásbabot csináltok? Csak a pufinata terőt is, mindent lebíró a karotot. Hogy érzitek magatokat a rendezvényen? Nagyon jól érezzük magunkat. Kikkel érkeztetek? Családommal és barátaimmal. Vivace Kamara Kórus sátránál mi készül? Paprikás krumpli galuskával.
Az egész kamara kórus kint van a rendezvényen? Nem, sajnos nem, mert ugye ez egy hétközbeni nap, és ugye a kórusnak nagy része nem itt él életvételszerűen mezőtúron. Hogyan érzitek magatokat eddig a rendezvényen? Hát szerintem látszik, hogy nagyon jól.